Sziasztok! Köszöntök én nem mindenkit a Népligetből. Itt állnak a metrópótlóbuszok, van, ami nem változott. És most a metrót fogom mindjárt videózni. Ugyanis most jutott arra időm, hogy megnézzem a három átadott új állomást. Itt vagyok a Népligetnél, akkor a ilyen Nagyvárad téren most már a metró áthalad, azt nyilván le fogom minden filmezni, mert arra fele megyek majd. És aztán jöhetnek sorba a Semmelweis klinikák, ilyen régi nevén klinikák, Korvin negyed, ilyen régi nevén Ferenc körül, de azt már korábban átnevezték, az már több mint egy 10 éves történet, akkor a Semmelweis klinikák az egy alig egy-két éves történet, de mármint az átnevezést illetően. És aztán a Calvin tér, mint végállomás. Egyébként a metrók a Deák téren fordulnak, ugye? A visszafogási lehetőségnek közelebb ott van. Szóval mivel a Ferenciek tere még nem készült el, ezért addig nem tud menni. A Deák tér pedig még szintén épül, úgyhogy utasokat nem szállít. És akkor ezzel a lifttel mindjárt lemegyünk, feltéve, hogy működik. Aztán akkor irány egészen a Semmelweis klinikákig. És nyilván ki fogom próbálni a feltepályás felvonókat is. És akkor megérkeztünk a Calvin térre, hát így néz ki a felújított állomás. Hát eddig, amit láttam, az tetszett. Hát az oszlopok az érdekesek, hogy itt burkola sincsen rajta, csak le van festve. De nyilván dizájnelem ez is, és egyébként itt meg a székek, meg vagy hát ez a pad, ami itt van, ez jól néz ki. De itt van az új tájékoztatótábla, annak ez megérkezett még egy szerelvény. Hát igen, délután még sűrűn járnak. Tovább az alagó, tehát látjátok a régi CRT TV-t, azt lecserélték. Ugye már modernebb LCD, ott a kamera. És az előre számláló szokás szerint, tehát ilyen sajátosság a metró, hogy nem azt mutatja, hogy a következő szerelvény mikor érkezik, hanem hogy mikor ment el az előző. Ez megmaradt. Belesve az alagútba, semmi érdemleges változást nem látunk. AVL program szőnyeg ugyanúgy, és a
két vágány, és itt a pedon felüli oldalon van még az áramvezető is itt, de azt nem fogom nektek megmutatni, mert azért nem hajolok addig. Ugye, elsodolási határ, itt van a biztonsági sáv. Hogyha ezen belül mész, akkor már a fotocella érzékeli, és azonnal látszol a hangos, hogy hagyd el azt a biztonsági sávot. Csendítál az új burkolat. Mint jobban megnézve itt láthatók szarvasok. Meg egyéb állatok is úgy láttam itt. Ez mindenképp ötletes. Tehát eddig a benyomásom erről az állomásról jó. Bár még arrafele van ugye a 4-es metrói átszállás, mert még a többi részét nem is láttam, meg hát itt is van feldepályás lift, azt is meg fogom nézni, de most még egyszer eredményt várok. Térig, és csak úgy tud visszafogni. De hamarosan jön a túloldalról is egy másik. Ja, a szelét már érzem. A modern biztonsági kamerák, ugye régebben azért még azok a hagyományosabbak voltak. Bizony, hogy itt írva is van, a Nagyváradtérnél nem áll meg. Ja, eddig nem nyúltak ehhez az állomáshoz, mármint a Nagyváradtérihez, és ugye azt most fogják megcsinálni. A pad az itt is ugyanolyan. És majd neki megy a szerelmény, akkor megnézem, itt is vannak-e mintázatok a túlon. De szerintem ugyanaz van, mint a másik oldalt. És most, hogy üres a pedon, akkor arrafele is jogottan tudok videózni. Az M4 átszálló pontot nyilván meg fogom nézni. Látjátok itt is. Szarvasok. Látjátok, is semmi nem változott. Ez az átszálló pont, itt lehet átszállni a 4-esre. Tájékoztató táblákat kicserélték, de egyébként is ide maradt a régire. Persze, hát ezt 8 éve csinálták meg. Képpel jön be a másik szerelvény, amelyiket itt ugye utasokat borít, aztán üresen elmegy a Deákig, és megy el a másik. Ez már utasokkal. És itt ennyi történt, hogy a tájékoztató táblákat kicserélték. És ugye itt látható a Nagyváradtér megállót kihagyja, a többi viszont már elkészült. És akkor nézzük a listet. Kicserélték a szelektív kukákat is. Csak meg itt van a liftakna. És itt megy fölfele a kabin. Hát igen, ezt jól mondta valaki, hogy ez olyan, mint a sikló. És egyébként tényleg. Igen, és csak két lehetőség van, mínusz 1 és mínusz 2, tehát mínusz 1 megnyomva, kérjük kapaszkodjanak, mire? De akkor a bankkorlát is, akkor elszóltam. Menjünk.
így néz ki a felszín. Vagyis hát az aluljáró, ahol vezet. Hát ha itt üvegből lenne a liftben, mármint hogyha úgy láttam volna, hogy a klinikáknál úgy van, akkor még integetni is lehetne a mozgó lépcsőn lévőknek. És akkor vissza már megyünk a mozgó lépcsőre. És akkor Korvin negyed, Leány Kori nevén Ferenc körút. Hát itt a alagút burkolatánál nincs egyszer, viszont itt, na ez a burkolat viszont érdekes, hogy gépészeti elemek így láthatóak maradnak, majd nem jutott mindenhova. Azért, tehát ez ilyen Star Wars-os dizájnos lett. Ez is volt egyébként a látványterve is, hogy ilyen Star Wars kialakítású lesz, és egyébként tényleg, nézzétek meg. Itt viszont megmaradt mind a négy mozgó lépcső, és még mellé egy lift is befért. Ezt nem tudom, hogy oldották meg, bár keskenyebbek lettek szerintem egy kicsit a mozgó lépcsők, de meg fogjuk ezt is nézni, de először még elnézek emelve is. Hiányos burkolatok. Itt ez a design elem. És az itteni padok. Egyébként maga a pad az ugyanaz, csak a design más. De mondjuk nekem ez is tetszik. Valából a designba beleillik. És akkor itt van a peron vége. És akkor nincs más hátra, amit kipróbálni a felde liftet. De tényleg ez a Star Wars design. Aha, és ezek a, ez valószínűleg nem dizájnelem ez a könyv, hanem itt lesznek majd a plakátok. Tehát ezt, hogyha majd hirdetőknek kiadják, akkor ide lehet óriás plakátokat föltenni. Mert ezek jobban megnézve, ezek tartókonzolok. És hát pont egy ilyen óriás plakát méretű. Ah, és nézzem, hogy itt az oszlopok is ugyanaz, mint az előbb, hogy ez semmi burkolat, csak le van kenve festékkel. De illik egyébként, nekem ezzel semmi bajom nincsen. Aha, és itt van majd a kiállat. Na hát a feldeliftet ki kell próbálni.
másik felbe lift. Aha, és megjön is vissza. És itt ráadásul nézzétek meg, a liftaknál is üvegből van. Na ez jó lesz itt a... Na itt viszont át lehet integetni a mozgó lépcsőre. Aha, és nézzétek, aha, és így mászik lefele. Nem semmi. Yeah. És akkor most nézzük. Ajtók zárva. Bim-bam, mert tényleg már csak a bim-bam szignál hiányzik. Az ajtók zárva. A lift felfelé megy. A lift felfelé megy. Mit nem mondasz? Nem értem volna, de nem mondod. És még nem telt el két év, hogy itt voltam, amikor itt lecsukták az ajtót az utolsó metró után. És nem egészen két évvel ezelőtt lezárták az állomást. Hát, sikerült megcsinálni. Tehát nem telt bele két év, és itt készen lett minden. Már csak azt nem értem, hogy azon a János utcán, meg a Ferenciek terénknél ez hogy nem sikerült, ahol már több mint két éve le van zárva. És az Arany János utcának a felszíni épületén nagyon látszik, hogy még szinte alig hallottak valamit. Nem tudom, hogy a felszín alatt ott hogy van, de látszik, hogy sokkal keskenyebb lett a mozgó lépcső. Megvárom a liftet, aztán majd akkor megyek, amikor elindul. Na, mint ez állódik, az ajtó elindul a kér, és aztán meglátjuk, hogy ki jön le hamarabb. Az indul, akkor megyünk mi is. Na. Kijövde hamarabb. Hát, itt valószínűleg rám vel, viszont az ajtónyitás lassú, tehát ott viszont az előny vissza fog jönni. Aztán megyek vele egy kört lefele is. Nem látom más keskenyebbek itt a mozgó lépcső, de csak így tudták megoldani, hogy megmaradjon mind a négy mozgó lépcső, és még a kertbe lift is beférjen. Még tudom, az egyiket be kellett volna áldozni. Most ért le a fülke. És ajtót nyitott már? Nekem még másodpercet nyitottak, hogy neki nyitotta. Nem, még benne vannak, akkor még nem nyitott ajtót. Most fog ajtót nyitni. Aha. Na, mennyi, kb. 3 másodperc előnye volt a liftek. Ajtók zárva. A lift lefelé megy. Pedig a klinikáknak kéne jönnie.
Népliget. Helyett a klinikák. Hát és akkor Semmelweis klinikák. Hát. Citromsárga van az alagúton is. És a régi sárga oszlopok helyett ilyen fehér színűek vannak, hát nem mondom, hogy az csak szokatlan nekem most még, mert ugye még a régi klinikák állomásra emlékszem. Hát akkor itt is nézzünk körbe. Ja, ugye amit elfelejtettem ezért említeni, hogy a pergőlapos óra Ferenc körúton, de itt a klinikáknál is volt. De hát azok valószínűleg nem kerültek vissza. Ja, hát igen, a tájékoztató tábla, hogy a Népligetnél nem áll meg, viszont van egy M30-as állomás pótlójárat a Nagyvárad tértől. És a metrópótlók is csak ott tudnak parkolni, tehát üresen, hogyha nincsenek forgalomban, akkor ugye ott tudnak félreállni, a pihenőket ott töltik, azt láttuk, hogy azért parkolt ott annyi busz, és akkor apad. Hát itt már ez a egyen szürke dizájn, viszont kemény anyagból van, tehát legalább vandálbiztosra tervezték, tehát itt végre ezek az STK-s rendelős ülések voltak. Másokon, hát ez annál mindenképpen jobb, hogy ezt tényleg ez Budapestre tervezték, ez vandálbiztos. Legalábbis összetörni nem lehet, csak összefirkálni, az is valami. És itt is az érdekes, hogy gépészeti rendezéseket itt sem nagyon ejtették el. De itt még annyira sem, mint az előző állomáson. Ott volt egy pergőlapos óra régebben. Nekem tetszik, ahogy ezt kialakították. Meg lehet szokni. Hát eltér a régebbitől, de szerintem hamar meg lehet ezt szokni. Népligetnél jobban hiányzik az zöld színű arculat. És oda még illett, és ugye mégis csak 9. kerület. És itt is van felbelift. Hát talán, hogy ki fogom próbálni ezt is. Ja. És ott is ott van az óriás plakát helye. És jön a szerelvény. Súly, és mindjárt érkezik a fülke. Hát, ugyanilyen fajta, mint a másik kettő. Viszont itt is plexifal van. És ezeket a lánctalpakról jön le. Mik ezek? De tényleg olyan, mint egy tanknak a lánctalpok. És akkor így. Aha, és így dokkol be, és így lesz színbe. Király. Ez tart ilyen sokáig, mire akkor pontosan oda illeszkedik.
az, hogy ilyen lesz az Arany János utcán, meg a Delfében is, de hát akadálymentesítés megoldja. Meg hát most még rácsodálkozunk, mert ilyen egyedi dolog, de egyébként igazából ez egy sikló. Viszont ugye, ahogy a budavári siklóhoz nagyon drága a jegy, tehát azon nem utazik. Maximum egyszer-kétszer az ember, aki akarja próbálni. Itt viszont egy vonaljegy árán igazából akár egész nap. Itt lefelé utazhat vele. Aha, és ennyi. Itt is vagyunk. Ajtó kinyit. Aha, most élt oda színbe. Nyitja az ajtót. Vagy nem nyitja. Azért. És itt is három mozgó lépcső volt végebben, ha jól emlékszem. És megoldották itt, és mind a három megmaradjon, plusz még a lift is. Viszont amit meg akartak mutatni, ez itt. Ez a design elem. Nézzétek, az egyetlen retro dolog, ami megmaradt, ez a metrófalin, az a kindikáknál. Tájékoztató kijelző is van, de azt nem jelenti, hogy a metró mikor fog jönni. Meg később üzemelik be valószínűleg. Itt viszont itt megmaradt mind a három mozgó lépcső. És itt mellettünk a lift, amelyik így el is indul, úgy látom. Aha, jön is lefele, de most van akkor elődjünk, hogy nem fog utolérni.